Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Matuska Barbie vagyok. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én Matuska Zsolt vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik hatos szintű vezető házaspárja. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade ZRT, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésünk. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom fogászati asszisztens voltam, dentálhigiénikus, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Békés Csabán élek férjemmel és kislányunkkal, Abigaillel. Én, amikor elkezdtem a képzést, igazából nagyon sok életterületemen több probléma is volt. Nekem hitelem volt, nem is egy. Éppen váltam, ami nem volt egy egyszerű válás, és 11 és 13 órát dolgoztam az egészségügyben, és mellette még ügyeletet is vállaltam. És miután elkezdtem a képzést, én a szerdai előadásokat több mint egy évig nem tudtam élőben nézni. Úgyhogy nagyon kevés időm volt, de elkezdtem a képzést, mert az első előadásokban azt az információt kaptam, hogy életem összes területére megoldást fogok kapni. És most már, ahogy eltelt 3 év, én már teljes mértékben meggyőződtem róla, hogy az itt tanultakkal sokkal boldogabb és egyszerűbb életet tudok élni. És föntről támogatnak is a küldetésem beteljesítésében. A képzések által pedig egyre jobban tudok bánni a képességeimmel, a párommal és a pénzzel. Nekem a PPH előtti foglalkozásom, egy földmérő irodában dolgoztam, mára viszont a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Békés Csabán élek feleségemmel, aki itt áll mellettem, és kislányunkkal, aki nem áll itt mellettem. De ha itt áll, akkor se látnátok, mert még csak 2 éves. Én akkoriban azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert nagyon megtetszettek azok az előadások, amiket Szerdacsik Miklós tart. Valamint az a küldetés és az a cél, amit kitűzött, és amiért ő itt van a Földön. Létrehozni szeretet alapú és elnyomásmentes társadalmat. Tudtam, hogy nekem itt van a helyem. Azóta már számtalanszor meggyőződtem róla, hogy a legjobb helyen vagyok, ami csak létezhet ebben a földi életemben. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coachképzései által először elkezdett egyre jobb irányba változni az életem, illetve a személyiségem. Jobb lett a kommunikációm, egyre határozottabbá váltam. Szépen lassan elkezdtek leomlani azok a falak, amiket az életem során magam köré húztam. De ennek még korán sincs vége. Fejlesztés alatt van. Az ego még több helyen tartja ezeket a falakat. Mondhatnám úgy is, hogy az ego a kötőanyag, és ha ezt elgyengítjük, akkor a téglák szépen sorban széthullanak. Ha ezen a fejlődési úton minden ember végigmenne a világon, egy sokkal jobb világot tudnánk létrehozni. Tovább egyre jobb, minőségibb és egyszerűbb életet tudok élni. Az életterületeimet jobban tudom kezelni, ezáltal egy folyamatos fejlődésen megyek keresztül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, egyedülálló médium, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen érte a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység.
Tehát Szerlacsik Miklós egészen az anyagi világtól a szellemiségig minden területen szerzett magas szintű tapasztalatokat. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő eljomásmentes aranykorra. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szerlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai bemutató előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Nagyon? Nagyon nem. Mi baj van a jelenlegi világgal? Az imént mutattak nekem egy olyan videót, több olyan videót, ahol így az állatok körbe-körbe masíroznak, meg a bogarak, meg ilyenek körbe-körbe. És akkor ugye mi ennek a következménye? Vagy előzménye inkább úgy mondanám, tehát mi miatt van ez? Hát ugye itt ilyen mindenféle olyan hír van, amivel lehet az embereket ijeszgetni. Mit tudom én, hogy megváltozik a pólus. Ugye úgy tud megváltozni a pólus, hogyha megfordul a Föld. És hogy már mit tudom én, hány fokos eltérés van, meg ilyen hülyeség. Hát mondom akkor, de ezt már így évek óta mondják, mondom, jó, akkor tavaly, az idén nem jutott eszembe, mondom, tavaly megnézem, hogy van-e eltérés. Nagyon egyszerű megnézni, hát fogsz leszúrsz egy botot, mikor süt a nap, megnézed az órádat, fogsz egy iránytűt, érted, és látod, hogy mennyi az időeltérés. Nyilván egy óra eltérés lesz nyáron, mert hogy el van állítva az óránk, ugye egy órával. És mondom, tavaly megnéztem ezt, nem tudom, hantáztak, hogy már valami hány fokos eltérés van, meg ilyenek. Na most a napóra az nem hazudik. Oké, és a napóra az ugyanazt mutatja, mint a rendes óra. Tehát ami azt jelenti, hogy eltérés az semmi. Tehát ugyanonnan jön a nap, ugyanonnan kell, ugyanoda nyugszik, ugyanarra jár, mint gyerekkoromban, amikor ezt sűrűn csináltuk, mikor nem tudtuk, hogy hány óra van. Szóval a lényeg az, hogy nincs ilyen eltérés. És akkor miért van ez a fajta megkergülés, az állatok megkergülése? Hát nagyon egyszerű, mert ugye van ez a vannak ezek a gazdag emberek, és most önszántukból, vagy nem tudom, ráveszik őket, mindegy. Ezt nem tudom, hogy milyen okból, de ugye olyan dolgokat csinálnak, amit talán nem kellene. Tehát ugye tudjátok, hogy a mobiltornyok azok a, hát úgy voltak, hogy oszlopokat letelepítenek, vagy mit tudom én, fölrakják az épületek tetejére, és onnan közvetítik az adást, a mobil adást, azon keresztül megy a net, stb. Stb. És ugye most már, hogy ilyen 3-4-5G van, azóta ugye már net is komolyan tud menni ezeken az átjátszó adókon, és erre ez a, nem tudok mást mondani, csak hülye, ez a ugye Tesla vezetője, tulajdonosa, ez a Musk, vagy mi a Manónak hívják, ez fogta azt valami nem tudom tizenvalahány ezer műholdat fölött, az abból a, hogy fölövetett mindegy,
tőlött, teljesen mindegy, abból a célból, hogy azon keresztül bonyolítsák a telefonok és az internetnek a forgalmát. És akkor persze, hogy ez megbolondítja az állatokat, természetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye így már nem a földről jön ez a sugárzás, ugye ez a frekvencia, hanem gyakorlatilag a föntről, az űrből jön ez a frekvencia. Én ezt ugye szoktam, éppen meséltem, hogy szoktam ezt látni most már egy-két éve, tehát előtte nem volt ez, ugye tavaly kezdték el, vagy tavaly előtte az 5G-t, és akkor ugye ilyen tájt jönnek a libák, ugye éjszakról, és ugye mi palotán lakunk, és általában fölöttünk szoktak elmenni, de nagy magasságba, képzeljétek el, és akkor onnan hallani, hogy jönnek a libák, hogy nagy gágogások vannak, ugye rengeteg liba gágog, és ugye ezt megfigyeltem, hogy beérkeznek Budapest fölé, és akkor megbolondulnak, ami azt jelenti, hogy elkezdenek körözni, akkor elkezdenek rossz irányba menni, akkor ott is köröznek, érted? És néztem a múltkor hosszú ideig, mit tudom én, másfél-két óra múlva még mindig ott köröztek, és nem tudták, merre kell menni, érted? Az idén is megfigyeltem, jött két, illetve jött egy hatalmas libacsapat, ilyen két V alakban, tehát nem is egy V alak volt, hanem kettő, és megint ugyanaz, beérkeztek ugye Budapestre, és akkor láttam, hogy szegény libák megint elkezdenek rossz irányba, mondtam nekik, hogy rossz irányba mentek, de hát nem hallgattak rá, érted? Hát elkezdtek nyugat felé haladni, és nem dél felé. Hát ugye a libáknak délfelé kellene haladni, nem nyugat felé. És mondom, hát azóta, mióta ez az 5G van, és ugye eddig városokban volt, ugye most már ezek a műholdokon keresztül már, ugye már nem csak városokban van, tehát teljesen megzavarják a tájékozódó képességét az állatoknak. És akkor ezáltal ugye olyan, mintha megzavarodnának, mert nem tudják, hogy merre is kell haladniuk. Tehát ez ilyen egyszerű, gyakorlatilag nem, hogy a föld, de ez van, meg az van, meg mágneses, ez ön, meg stb. Semmi gond nincs azzal. Jó, tehát lényeg az, hogy mondom, le tudod ellenőrizni. Fogod ilyenkor is le lehet ellenőrizni. Fogod, mikor süt a nap, ledugsz egy botot, fogsz egy iránytűt, fogsz egy órát, és megnézed, hogy jól mutat-e a napórád, és ha a napórád jól mutat, akkor nincs eltérés. Világos ez? Lehet itt hantázni, meg hamukálni. Rengeteg dologgal hantáznak, ezzel a széndioxid kérdéssel is óriási hanta van, hogy itt a, nem tudom, tudjátok-e, hogy az emberi levegőszennyezés, tehát széndioxid termelés, az a bolygó széndioxid termelésének a hány százaléka? 3%. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi termeli a legnagyobb széndioxidot? Így van, az algák. Az algák termelik a legtöbb széndioxidot a bolygón. Így van. Az óceánokban az algák. Így van. Nem az ember. Tehát gyakorlatilag ez úgy működik, hogyha ennek jobban utána nézel, hogy a növények, azt tudod, hogy széndioxidot lélegeznek és oxigént termelnek. Tehát ezt úgy hívják, hogy fotoszintézis. Ami azt jelenti, hogy minél több a széndioxid a levegőben, annál gyorsabban nőnek a növények. Ez tény. Tehát ami azt jelenti, hogy a növényeknek, ha több a széndioxid, akkor ez azt jelenti, hogy meggyorsul a növekedésük. Tehát hamarabb megnőnek. És dúsabbak lesznek. Tehát gyorsabban, minden irányba nagyobb a terjeszkedésük. Tehát ami azt jelenti, hogy egy kicsivel több a széndioxid a légkörbe, ezt egyébként simán megvizsgálták, lefúrtak ugye a déli sarkon, tehát ilyen jegekbe belefúrtak, és megnézték, hogy na most gondold végig, itt van a bolygó, és a széndioxid és az oxigén mennyisége az ilyen a bolygón. Ilyen. Pedig gondold végig, mit tudom én, 1000 évvel ezelőtt nem hiszem, hogy olyan sok gyár
ontotta volna, meg olyan sok autó ontotta volna a széndioxidot. És lehet látni, hogy a jégrétegekben gyönyörűen van időszak, amikor kevesebb a széndioxid, van időszak, amikor több a széndioxid, tehát magán a bolygón ciklikusan változik a széndioxid mennyisége. És ez ennyi, és közben itt etetnek mindenféle ökörséggel, érted, ilyen klíma izét csinálnak, összejöveteleket, ilyen nagy gyűléseket, meg minden, hogy megoldják ezeket a kérdéseket. Hát most itt van ez a melegedés kérdése, erről is már beszéltem, a melegedés kérdése is. Hát most gondoljátok végig, nem tudom, hogy te hány romot néztél meg az életedben. Én szeretek ilyen romokat nézni, ilyen több ezer éves romokat is akár. A legtöbb romot az Törökországban láttuk egyébként itt a környékünkön, mármint úgy környékünkön, hogy nem túl messze a világban. Ott, mit tudom én, mentünk minden pár kilométerbe, találtunk valami romot, de nem is ez a lényeg. Hanem, mit tudom, elmész Rómába, és Rómában megnézed a romokat, lent vannak, érted? Lent, mélyen. Ami azt jelenti, hogy mit tudom, 2-3 emelet mélyen vannak lenne a romok. Érted? Hogy került rá, mit tudom én, mondjuk 3 méterrel számolva 6 méter föld? Mi ráhordták? Nem, por. Honnan jött a por? A felső légrétegekből. Hogy került oda a felső légrétegekbe? Nagyon egyszerű. Hát amikor volt a mindjárt mondom, a jégkorszak, azért volt a jégkorszak, mert elhomályosította a por, meg a füst, meg a korom, elhomályosította a napot. Tehát ami azt jelenti, hogy mit tudom én, mondok példát, amikor a Krakatau vulkán fölrobbant, szétrobbant, akkor nem tudom hány évre, nem tudom hány fokkal, ilyen pár fokkal, nem sok fokra, az egész bolygó hőmérsékletét csökkentette. Érted? Az egész bolygó. És a Krakatau vulkán az nem is szuper vulkán. És akkor olyan, hogy mit tudom, 50 kilométerre az emberek, meg az állatok mind meg elpusztultak, olyan nyomást csinált. Gondold végig, akkor hány kilométer magasra lövelte föl a port. Érted? És most gondold végig, ezen a bolygón akár szupervulkánok is fölrobbantak már, ami annyit jelent, hogy sokkal, de sokkal több port nyomott föl a felső léglet. Egy szupervulkán fölrobbanna, akkor bolygószinten hát nem sokkal, pár napra vagy pár hétre rá, mikor körbeveszi a bolygót, hát jégkorszak lenne újból. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy az utolsó jégkorszak azért volt, mert a nap nem tudott átsütni ezen a porrétegen, és ez a por az évezredek során száll le. Érted? Jó, a Krakatau vulkánnak a pora az nem évezredeken keresztül, hanem valami 150 év alatt szállt le. 150 év egy vulkán. Érted? Na most miről van szó? Arról van szó, hogy megint csak megnézték ezt is, természetes folyamat, hogy a Földön voltak melegebb és hidegebb időszakok. Nem az emberi tevékenységnek következtében. Tehát ebben úgy hűítik a lakosságot, ahogy csak lehet. És akkor ennek az ürügyén lehet kitalálni mindenféle szivatást, érted? Szó szerint, amivel tudják szivatni az embereket. Szó szerint. Miért kell őket szivatni? Ugye azért, hogy uralkodjanak felettünk. Ezért. Minél jobban megszivatnak minket, annál jobban tudnak uralkodni felettünk, mert annál rosszabb állapotba kerülünk, a szivatásuk véget, és annál jobban tudnak felettünk uralkodni. És akkor csak az kell, hogy el kell hitetni az emberek ilyen baromságokat. Érted? Tehát, ha nem írtanák a fákat, akkor nem lenne ilyen mértékű melegedés. Akkor ugye jobban eloszlana az eső. Mert ugye most az van, hogy ott zúdul le az eső, ahol vannak fák.
És ahol nincsenek fák, ott nincs eső. Ennyi. Szóval az nem azt jelenti, hogy kevesebb eső van a bolygón, mert minél melegebb van, annál nagyobb a párolgás, annál több az eső a bolygón. Csak ott zúdul le az eső, ahol sok a növény. Szóval elég sok olyan dologról tudnék beszélni, hogy mivel szivatják az embereket, érted? Tehát, hogy rossz állapotba kerüljenek. Na most erre a sok szivatásra, ha te egy átlag ember vagy, vagy akár lehetsz átlag felett is, mert mondjuk vállalkozó vagy, vagy egy nagyon jól menő alkalmazott, aki nagyon jól meg van fizetve, de megkérdezném, hogy mi a megoldásod ezekre a szivatásokra? Mi a megoldásod? Tehát mi a megoldásod? A tudás önmagában kevés. Mi a megoldásod? Csak azért, mert közben valaki mondta, hogy tudás. Én tudást nyújtok, mégis ezt mondom, hogy a tudás önmagában kevés. Jó? Tehát mi a megoldásod? Hát most gondold végig, élsz egy olyan társadalomban, ahol állandóan azokat kommunikálják feléd, ha nem a rádió, akkor a tévé, ha nem a tévé, akkor valami internetes média, ha nem a internetes média, akkor a szomszéd, vagy a barátod azt közli, hogy milyen szivatások vannak, nem így mondja, mert ő nem tudja, hogy szivatás, hanem az, hogy milyen rossz híreket elmond neked. És te meg fogod és meghallgatod, mert egy intelligens ember vagy, természetesen meghallgatod a híreket, meghallgatod a különböző okfejtését embereknek, meghallgatod a barátaidat, természetesen, vagy nem ezt csinálod? Ezt csinálod. És akkor ezzel mi történik? Az történik, hogy nem csak ő van már rossz állapotban, rossz hangulatban ezektől a szivatásoktól, hanem te is. Nem? Na most akkor ugye megkérdezném azt, hogy mennyire van olyan képességed, hogy szűrd az információkat. Hogy nem azért hallgatsz egy információt, hogy leessen az állad, érted, és jaj, már megint milyen dolgok vannak, hanem azért, hogy mondjuk átlásd, hogy téged hol akarnak már megint megszivatni. Ugye a kettő közt óriási különbség van. Mert az, mikor az ember így néz valamit, és még gondolkodni se tud, akkor jó, ha tudod, hogy éppen hipnotikus állapotban vagy, és úgy manipulálnak, ahogy akarnak. És úgy mondom, hogy tudja, tisztában legyél vele. Hát ha azt gondolod, hogy nem lehet a médián keresztül hipnotizálni, akkor neked nincs elég tudásod ebben kapcsolatban. Tehát gondold végig, azok se véletlenek, hogy éppen milyen frekvencián működnek mondjuk a monitorok. Vagy működtek a tévék, mikor mondjuk 50 Hz-es volt, vagy most már ugye 100 Hz. Tehát hogyha ebben tisztában akarunk lenni, minél magasabb frekvencia, annál ártalmasabb az élő szervezetre. Csak hogy tisztában legyünk ezzel. Jó? Tehát még egyszer mondom, minél magasabb frekvencia, annál ártalmasabb. Tehát ha egy olyan magas frekvenciát csinálnak, akkor például az emberekre az halálos. Meg az állatokra is. Tehát már ezt is tudjuk. Vagy nem tudod? Jó, szóval lényeg az, hogy ahhoz ugye föl kell emelni a frekvenciát. És ugye ha megnézed a monitorokat, régen 50 Hz volt egy tévé, most már ilyen monitorok már rá se írják, meg nem is mondják, nem tájékoztatják az embert. Szerintem már 200 fölött is vannak monitorok, 200 Hz fölött. Jó, csak úgy, hogy tisztában legyünk ezekkel a kérdésekkel, ha már így fölmerült az állatokkal ezek a megbolondulás. Tehát mi a megoldásod? Nekem van megoldásom, meg nekünk van megoldásunk arra, hogy mit kellene ilyenkor, vagy mit kell ilyenkor csinálni. Csak az a kérdés, hogy neked van-e megoldásod. Tudod, ez az egész arra megy ki a részedről, hogyha nem találsz megoldást, akkor egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerülsz, és hamar meghalsz.
Érted? De előtte nyilván szenvedni fogsz, mert mindenféle betegséged lesz. Mert az ember ugye úgy van, hogy fiatalon nem akar meghalni, ezért küzd az életért, és ez úgy működik, hogy tisztában legyél ezzel a kérdéssel, ez úgy működik, hogy egy idős ember, ha megbetegszik, akkor simán már így lemond az életről, mert azt mondja, hogy ó, már én éltem eleget, most már mindegy, hogy elmegyek vagy maradok, érted? De egy fiatal ember az küzd az életért, és képes arra, hogy akár hónapokat, éveket vagy évtizedeket szenvedjen betegségben, érted? Szenvedjen betegségben, mert azon a címszóval, hogy ő fiatal, ő neki még élnie kell. Logikus ez egyébként? Ha végig gondolod? És akkor szépen elérik az embereknél azt, érted, hogy rossz állapotba kerüljenek, a rossz állapotú emberek régen fogták, azt földobták a talpukat, érted? Most a rossz állapotú ember az végig betegeskedi az életét. Mert azon az alapon, hogy ugye fiatal vagyok régen, mit tudom én, rossz állapotba került egy ember, és akkor 40-50 éves korában meghalt. Érted? Most, de akkor az átlag életkor is 40-50 év volt. Érted? Majd utána szépen emelkedett a kor, ugye az átlag életkor, majd lehet, mit tudom én, 60 év az átlag életkor, majd 70, stb. Stb. És akkor így változott ez, hogy a te nézőpontod, illetve az emberek nézőpontja az miből indul ki. Na, próbáljam a fordító fordítani, nem is fordít. Á, fordított. Be is töltötte az oldalt. Szóval gondold végig, hogy ez így működik. Hát régen ugye azért nem volt ilyen probléma, mert valakinek lement a hangulata, akkor abba belehalt, érted? Mert, és nem volt vele gondja, mert más is 40-50 év körül halt meg, vagy később 60-70 év körül halt meg. Manapság ugye, mikor azt szajkózzák mindenütt, hogy az átlag életkor, mit tudom én, 80 év fölött van, akkor azt mondja a 60 éves ember, hogy hú de fiatal vagyok még. Érted? Hát én emlékszem, nagymamám ugye 94 éves korában akkor halt meg, és volt vagy 80 éves, és azt mondja, hogy képzeld, meghalt valaki, milyen fiatalom, hány éves volt? 78. Érted? Na, ugye meg 80 volt. Mindig ezt mondta, és mindig jókat mosolyogtuk ezzel, hogy neki mindenki, aki fiatalabban halt meg ő, nála az milyen fiatal volt. Szóval lényeg az, hogy mondom, ez nézőpont kérdése, attól függ az ember milyen fiatal, annál inkább ragaszkodik az élethez. De ez logikusnak is tűnik, hogy az ember ragaszkodik az élethez, ha végig gondolod. Ez logikus is, teljesen. És az ember ragaszkodik az életéhez, mert hogy fiatal, ugye ezen az elven, nem veszi észre, hogy mennyire leviszi a környezet a hangulatát, és ezáltal ugye a legtöbb ember beteges egy bizonyos kornál. Hát ha megnézzük, az én nagyszüleim azok 60 év fölött kezdtek el betegeskedni, a szüleim már 50 év fölött kezdtek el betegeskedni, az én korosztályom már 40 év fölött kezdett el betegeskedni, az egyen fiatalabb meg már 30 év fölött kezd el betegeskedni. És ez nem azért, mert betegesebbek az emberek, ne érts félre, hanem azért, mert úgy működik az immunrendszerünk, úgy működik a szervezetünk, ez a kettő együtt, külön-külön nézve, hogy minél rosszabb állapotban vagy, a szervezeted annál rosszabbul működik, és az immunrendszered is annál rosszabbul működik. Ilyen egyszerű. És minél rosszabb hangulatban vagy, annál betegesebb vagy. És régen a 60 éve fölöttiek voltak már általánosan rossz hangulatúak, manapság meg már a 30 év fölöttiek is általánosan rossz hangulatúak. És akkor ne csodálkozzanak, hogy betegesek. Oké? De mondom, ez régen egyszerű volt, mert nem volt ekkora átlag életkor, és az ember, ami betöltötte nagyon régen a 40-et, akkor már azt mondták rá, hogy hú, de öreg vagy. Utána az 50-et, ahogy
nyúlt az átlag életkor, emelkedett az átlag életkor. És akkor mindig a viszonyítás volt a lényeg, a viszonyítás. És akkor gondold végig, milyen happy az, hogy az ember, mit tudom én, már 30-40 éves korában rossz hangulatú, azt él 70-80 éves koráig, és azt az életet végig küzdi, mert mindenféle baja van. Biztos király, nem? Ez az igazi élet, nem? Erre vágyódik mindenki, nem? Ezért vagyunk a bolygón, ezért születtünk. Ugye nem gondolod komolyan, hogy ezért születtünk. Tehát itt van bennünk egy szuperintelligens lélek, érted? És azért jött le a lelked ebbe a testbe, hogy szenvedjen a testedbe. Azt mondják, épp testben épp lélek, hát a fészkes felét fordítva. Ha épp a lélek, akkor épp a test. Oké? Tehát itt van egy fontos dolog, az emberek nagy része, meg halvány fogalma nincs a lelkének a működéséről. Halvány fogalma nincs. Ugye a testünk működéséről valamennyit tanultunk a biológia órán, anno annak idején, nem? Van, aki ennél többet tanult, mert tanult anatómiát is, mert ugye egészségügyi vagy akármilyen hasonló dologban végzett, akár közép, akár felső fokon, és akkor tovább tanulta ezeket a dolgokat, hogy hogyan működik az emberi test, hogy esetleg gyógyítani tudja, stb. Stb. De a legtöbb ember az ugye annyit tanult az emberi test működéséről is, amit általános iskolában tanultunk. De az még mindig több volt, mint a lélek működéséről. Volt egy olyan óránk, hogy élővilág, ugye, alsó tagozatban, felső tagozatban olyan, hogy biológia, de nem volt olyan, hogy lélektan. Volt olyan általános iskolában, tanultunk olyat, hogy lélektan. Pedig kellett volna, nem? Ráadásul itt van ez a fránya lelkünk, még bonyolultabb is, mint a testünk. Gondold végig. És akkor arról nem tanulunk, amiről kellene. És a lelkünk az teljes egészében ugye meghatározza azt, hogy hogyan működik a tested. Hát most gondold végig, ha fogja és kilépne a testedből a lelked, akkor kómába kerülnél. Érted? Ami azt jelenti, hogy olyan lennél, mint aki elalszik és nem lehet fölébreszteni. Világos ez? Tehát magyarul csak vegetálna. Nem tudna se táplálkozni, se inni, semmit, levegőt azt tudna venni, semmi más, dobogna a szív, igaz, hogy csak ritkán, de akkor is dobogna, de gyakorlatilag ennyit tudna a lelked, nélkül a tested. Ennyit tudna. Mint mondom, mikor legmélyebb álmodba alszol, ennyit tudna a tested, ha nem lenne benned lélek. Mondod végig. És akkor mit sem tanulunk erről a dologról. Ráadásul itt van a testünk, az egy életre szól. Hogy kinek milyen hosszú ez az élet, attól függ, hogy mit tesz, nyilvánvaló. Tehát erről tanulunk. És akkor ott van egy lelkünk, ami milliárd éves, érted? Vagy akár több milliárd éves. Kevés olyan ember van, akinek ennél kevesebb. És onnantól kezdve arra nem is tanulunk semmit. Mi van azzal lélek? Hol a manóba járkált előtte, míg nem volt benne ebbe a testünkbe? Semmit nem tanulunk erről. Semmit. Hogy jött létre egyáltalán? Tanították neked valahogy, hogy jött létre a lelked? Én pontosan tudom tanítani, hogy hogy jött létre a lélek. Érted? Azt is tudom, hogy hol voltál előtte? Érted? Mielőtt nem voltál a Földön. Sőt, ugye volt egy olyan kérdés felém, hogy ugye éppen a minap, hogy bizonyos emberek, nem mondom most milyenek, bizonyos emberek miért teszik azt, amit tesznek?
Hát mondom, nagyon egyszerű, mert már olyan sok inkarnáción keresztül mentek, de ez egyébként nem feltétlenül egy személyre gondolok, hanem egyszerre nagyon sok ember. Annyi inkarnáción mentek keresztül, hogy rég elfelejtették, még azt a kicsit is, amit megmaradt bennük, az is elfelejtődött, hogy ők honnan jöttek. Honnan jöttek? Hát honnan jöttünk? Hát nem a földről, a lelkünket nem a földre teremtették. A föld az csak egy tanbolygó. Szó szerint tanbolygó. Ami azt jelenti, hogy ide jöttünk tanulni, majd innen megyünk tovább. Kellene, hogy tovább menjünk. De ugye a bolygó jó része, nagyobbik fele, az egy csomó reinkarnáción volt már túl. És honnan tudni, mondjuk így, elárulok egy titkot, jó? Honnan tudni így, hogy sok reinkarnáción volt valaki, van valaki túl, vagy kevesen? Jó, ezt eddig még nem mondtam. De honnan tudni így, hogy mennyi öntudattal rendelkezik? Minél több az öntudata, annál kevesebb a reinkarnáció. Minél kevesebb az öntudata, annál több reinkarnáció ment túl. Világos? Ez mit jelent az, hogy öntudat? Hát ugye azt jelenti, hogy én ki vagyok, mindenki ezt mondja magáról, hogy én ki vagyok, és hova tartok. Ezt jelenti az öntudat. Világos ez? Minél kevésbé van ez benne valakiben, annál több inkarnáció van, vett itt részt a földi létben. Érthető ez? És ezért ugye találomra meg lehet mondani embereknél, ha kicsit az öntudat kérdést megkapirgálod az egyénnél. Jó, ez most egy tanítás volt, egy olyan tanítás, amit nem biztos, hogy hallottál még tőlem sem, meg másoktól sem. Jó, tehát nézzük akkor tovább. Általában én úgy kapom az információkat fentről, hogy mi hogy működik, hogyha van egy kérdés, és nem tudom rá a választ, akkor pár percen belül megkapom rá a választ. És ezt nem én szülöm meg, ezt a választ, hanem megkapom a választ. Oké? És akkor volt egy ilyen kérdés a napokban, és akkor erre kaptam választ. No szóval a lényeg az, hogy itt élünk a bolygón, és ugye van egy szenvedéses időszak. A szenvedéses időszak az, hogy addig nem kerülhetsz innen ki ebből a szenvedéses reinkarnációs folyamatból, amíg nem fejlődsz fel egy olyan szintre, hogy képes legyél, mire? Na mire? Na mire? Nézzük, arra, hogy békében és boldogságban, szeretetben együtt működj másokkal. Érted? Méghozzá feltétel nélkül. Tehát az nem azt jelenti, hogy gonosszal is együtt kéne működnöd. Jó, de ezt ne értsétek félre. Hiszen a gonosz emberek között nincs szeretet. Ott érdek van. Világos ez? Tehát a gonosz emberek azok nem szeretik egymást, hanem érdekből vannak együtt. Világos? És az érdekük úgy alakul, hogy már nem kell, hogy együtt legyenek, akkor nincsenek együtt. Tehát ezért el kellene gondolkodni mindenkinek itt kicsit a párkapcsolatán is. Hogy vajon mennyire érdek az ő saját párkapcsolata, vagy milyen szeretet alapon működik. Jó? Ez megint egy kis tanítás volt, jó? De ugye ez olyan tanítások, ha megnézed itt az első részben, ahol úgysem mondom el a módszert. Csak az, hogy milyennek kellene lenni az embernek, mint máshol is hallani ilyeneket, hogy milyennek kellene lenni az embernek, csak nem biztos, hogy ebből a nézőpontból. Jó, szóval lényeg az, hogy én azért vagyok itt, ezen a bolygón, hogy elhozzam az embereknek azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Oké? Ezért vagyok itt. Én ilyennel foglalkoztam akkor is,
csak nem emberekkel, emberbe költözött lelkekkel, hanem egyéb lelkekkel, amikor nem voltam itt a bolygón. Oké? Szóval lényeg, hogy miért kellene, mert ezért van itt minden földi ember. Minden földi ember ezért van itt. Azért, hogy egy olyan fejlődési, azt megelőzve tanulási folyamaton menjen át, és bekerülhessen egy olyan társadalmi formába, ahol nincs elnyomás, és ott tovább fejlődve bejuthasson egy olyan társadalmi formába, ami nem a Földön történik, ahol a tested, amikor elkezded használni a testedet, most, mert most a lelked ugye azt tudod, hogy használja a testedet, csak onnantól használja a testedet a lelked, amikor megszülettél, és ugye a fenti létformában nem onnantól használnak egy testet, amikor megszületett az a test, hanem amikor felnőtté válik. Világos ez? Ez azt jelenti, hogy felnőtté válik egy test, és onnantól használják a testet. És ők úgy használják a testet, hogy a használják is, meg nem is. Amikor a testet nem használják, akkor a test alszik. Az azt jelenti, hogy kilépnek a testükből. Egyébként a test elhagyás az tanítható és tanulható, csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Itt a Földön is. Tehát itt a Földön is. Jó? Na most nyilván sok olyan ember van ezen a bolygón, főleg itt a északi féltekén, főleg itt ugye Észak-Amerika, Európa, európai részeken, hogy az emberek egy dologban hisznek, az anyagban. Az anyagban. Csak az anyaggal van egy gond ezen a téren. Tudod micsoda? Hogy az anyag nem lenne a világegyetemben, ha értelmes lények nem hozták volna létre. Sehol, semmilyen anyag. Ez a bolygó sem lenne, ha ezt nem hozták volna létre értelmes lények. Nem földi értelemmel bíró lényekről van szó. Tehát a bolygó teremtés az még odafönt is egy magasabb hierarchiai szint. Oké? Tehát például az angyalok nem tudnak bolygót teremteni, mert nem rendelkeznek azzal a tudással és képességgel. Oké? Sőt, még a főangyalok sem rendelkeznek azzal. Jó? Csak hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal. Tehát ami azt jelenti, hogy azok a felsőbbrendű isteni létformák, lények, akik rendelkeznek tudással és képességgel, teremtenek nem csak egy bolygót, hanem naprendszereket, galaxisokat, univerzumokat. Oké? Nehogy azt hitt, hogy nagyon sok ilyen lény van a világegyetemben, ezeknek a száma viszonylag korlátozott. Jó? Tehát az anyagot az egész világegyetemben értelmes lények teremtették. Jó? Na most ha értelmes lények teremtették az anyagot, akkor lehet, hogy az értelem az fontosabb, mint az anyag, nem? Vagy rosszul gondolom? És akkor miért nem foglalkoznak ebből a többet az emberek, hogy értelem? Miért csinálnak olyan dolgokat akár napi szinten, amiben semmi értelem nincs? Miért csinálják azt, hogy nem értelmes dolgokkal foglalkoznak időtöltésként? Mikor az értelemmel hozunk létre mindent? Mi lelkek? Mi lelkek? Nem a test, a lélek. Tehát a tested nem tud anyagot létrehozni. A tested csak átalakítja az anyagot. Egy új anyagot nem tud létrehozni. Oké? Tehát, ha ezt megnézzük, ezeket a dolgokat, akkor érdemes lenne egy kicsit elgondolkodni azon,
hogy nem kell többet foglalkozni azzal, hogy hogyan működik az ember valójában, nem csak a teste, hanem a lelke, és hogyan működik az élet onnantól kezdve, hogy hogy jött létre például a lélek. Sehol nem olvastam arról, hogy jött létre a lélek, sehol nem is hallottam még róla, hogy jött létre a lélek, és mégis tanítom, érted? Tehát ez olyan, mint egy találmány. Mit tudom, van egy feltaláló, érted? Feltalál egy olyan dolgot, amit eddig még senki nem talált föl, és akkor büszke a találmányra. Amelyik egy kicsit szerényebb, akkor az azt mondja, hogy küldték információba. Érted? Nem ő találta ki, hanem küldték neki információba. Ugyanis az összes találmány a bolygón, az küldött információ alapján született meg. És nem kipattant az isteni szikra. Érted? Nem. Nincs olyan. És hogy miért nem pattant ki több ezer éven keresztül? Miért csak, mit tudom, az utóbbi évszázadokban pattannak ki szikrák? Mert most jutottunk ahhoz az időszakhoz, érted, ahol ugye létre kell jönni a találmányoknak. Oké? És akkor erre nyitott emberek megkapnak tudást arra, hogy találmányokat találjanak föl. Világos ez? Akik mondjuk már gyerekkorukban olyan gondolataik voltak, hogyha ő felnőtt lesz, akkor feltaláló lesz. Érted? És akkor honnan tudják ezt a fentiek? Hát ebből is látni, hogy elég jó online kapcsolatban, most már legalább lehet erről beszélni, hogy online kapcsolat, képzeld, de 50 évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy online kapcsolat, csak néztek volna rá, mint Jani a moziba, tudod, mint a UFO lennél, érted, úgy. Most már tudjuk, mi az, hogy online kapcsolat. Oké, frekvencián történő, ugye a téren keresztül bonyolódó kapcsolat, érted? Tehát ugye mindenki hallott már olyanról, hogy agyhullámok, nem? És miért kell, hogy legyen agyhullámunk? Hát mert az agyhullámok révén az agyunk egy adóvevő. Oké? Milyen egyszerű. És ezáltal ugye adjuk is, meg vesszük is az információkat, amit vehetünk, megadhatunk. Hát adni mindent tudsz, csak kérdés az, hogy fogadják-e vagy sem. Oké? Okay. De itt nem is az a kérdés, hogy adsz-e információkat, hanem az a kérdés, hogy veszel-e információkat. Tehát én például gyerekkoromtól azokat a képességeket, amik jelenleg vannak, azokat szerettem volna, hogy legyenek. Érted? Gyerekkoromtól. És nem elég, hogy szeretné az ember, hát hanem olyan területtel is kell foglalkozni, akkor olyan területre kellett tévedni, ahol kifejlődhetett ez a dolog, érted? Tehát megkaphattam azt a képességet, ami ahhoz kell, hogy ezt tudjam működtetni. Tehát ezt én nem működtethetném nem az emberek javára. Érted? Öncélból, önérdekből nem működtethetném. Hát ebből is látom, hogy ha csak úgy vagyok, akkor nem jön információ. De valaki kérdez, és nem tudom a választ, rögtön jön az információ. Az, ami azt jelenti, hogy legkésőbb 3 percen belül. Az a legkésőbb. Érted? Tehát, hogyha nem használom, vagy nem használnám, akkor minek küldenék az információt? Tehát ez az egész világon így volt azoknál, ha most ugye a feltalálókat nézzük, hogy ők nyitottá váltak az ilyen dolgokra. Világos ez? Gyerekkoruktól. Hát most már nem tudsz visszamenni a gyerekkorba.
De már lekéstél erről, hogyha akkor nem voltak ilyen gondolataid. De esetleg voltak, akkor gyorsan köst föl a katyát, aztán hajrá. Jó? Tedd a dolgodat. Mi a dolgod? Hogy minél több embernek okoz jót. Világos ez? És ugye tudod, mi a gond ezzel a jót akarással? Az a baj, hogy te annak akarsz jót, akit ismersz és szeretsz. Na itt kezdődik a probléma. És mi lesz a többivel? És honnan tudod még, hogy azokon kívül hány ember van a bolygón, aki igényelni a jót és szeretné a jót? És azokat kihagynád? Hát akkor ezt úgy hívják, hogy önzőség, nem? Hát gyakorlatilag persze, akik rossz emberek, azoknak ne adjál. De honnan tudod, hogy ki a rossz, vagy ki a jó? Hát mi simán tudjuk, hogy ki a rossz, ki a jó, aki itt tanul. Mert megtanulja. Tehát egy jó embernek általánosan magas a rezgése, egy rossz embernek meg általánosan alacsony a rezgése. Persze nem feltétlenül azt jelenti, hogyha valakinek alacsony a rezgése általánosan, akkor az rossz ember volt eredendően is. Oké? Tehát tanuljuk, hogy kell ezeket felmérni. Mindent, ami az ember működésével kapcsolatos, minden, ami felmerül az ember működésével kapcsolatos, minden, ami felmerül az élet működésével kapcsolatos, azt tanítjuk. Nyilván van olyan tudás, amit még nem adhatok át. Vagy nem adhatok át mindenkinek. Most volt éppen egy vezetőképzőnk, ahol már a magasabb szintűek vettek részt. És elmondja mindenki, mióta a magasabb szintűek vehetnek részt, az két vezetőképző volt, ugye eddig, hogy mennyivel lett másabb a vezetőképző, hogy az alacsonyabb szintűek nincsenek ott. Oké? És nem véletlenül, azért, mert ugye a magasabb szintűek, azok magasabb szintet tudnak már befogadni a tudásban is. Oké? És amit tudom, csinálnék egy olyan vezetőképzőt, ahol a legmagasabb szintűek vannak, azok is, az is más lenne. Oké? Mert más tudást adhatok nekik át. Szóval a lényeg az, hogy csodálatos dolgot csinálunk, gondoljátok végig, egy korszakot alkotunk. Ez egy korszak. Tehát voltak olyan korszakok, hogy mit tudom, őskor, ókor, középkor, újkor, jó? Ugye lehet úgy is mondani, hogy vaskor, tehát most a vaskorban vagyunk, ugye tudjátok. És nem tudom, tudjátok-e, hogy ez úgy, egy kis tanítás, ez úgy alakul, hogy a vaskor után jön az aranykor után ezüstkor, az ezüstkor után bronzkor, utána megint a vaskor, utána megint az aranykor. De ez nem azt jelenti, hogy a fémfeldolgozásról beszélek, jó? Tehát nem fémfeldolgozás, hanem emberi gondolkodás. Tehát emberi gondolkodás. Tehát az aranykor az a magas szintű emberi gondolkodás. A vaskor az a legalacsonyabb szintű emberi gondolkodás. Jó, és akkor most kellene ugye átmennünk 2035-ig a vaskorból az aranykorba. És ez az a baj, hogyha mi van azokkal, akiknek ez nem jön létre. Mert ugye az aranykornak létre kell jönnie, mert ha nem jönne létre az aranykornak, aranykor a bolygón, akkor nagyon nagy baj lenne. Mi lenne a nagy baj? Akkor az azt jelenti, hogy kimentik azokat, akik megérdemlik, a többire meg rárobbantják a bolygót. Nagyon durva. Ha azt hiszed, hogy nincs ilyen, akkor óriási tévedésben élsz, mert csak egy kicsit meg kell nézni, hogy a Mars és a Jupiter között mi az a kisbolygó övezet. Az nem kisbolygó övezet, hanem egy szétrobbantott bolygó maradványa. Oké? Tehát, és sőt, még az ókori térképeken még ott volt
a Mars és a Jupiter között az a bolygó. Oké? Ott volt, sőt tudjuk a nevét is, hogy milyennek a bolygónak, ami ott volt. És az most egy kis bolygó övezet. Tehát hogyha azt gondolt, akkor mondok példát, egy háború következményében szűnt meg a Marsnak a légköre. Csak hogy ezzel is tisztában legyünk. Jó, tehát ott olyan mértékű háború volt, hogy egyszerűen megszűnt a légkör. És addig, míg volt légköre, addig a Marson volt élet a felszínén. Oké? Csak azt nem értem, hogy mondjuk csinálnak Mars szondákat, hogy Vénusz szondákat miért nem csinálnak. Nem, hát körülbelül egy távolság, tehát nincs messzebb, mert ugye a Vénusz az közelebb van a naphoz, ott melegebb van. De annak is volt légköre. Nem tudom most, hogy állunk a légkörrel, mert a Vénusz szondák nem születnek. Tehát oda nem küldenek. Pedig oda is kellene. Emberek ugye ezekre a helyekre nem mehetnek, még a Holdra se. Nem, hogy Marsra vagy Vénuszra, de szondákat azt lehet küldeni. Nyilván, amit engednek. De furcsa mód időnként ezek a szondák ott betöltik a szerepüket, azt egyszer csak megszűnik a működése. Mikor még rég nem kellene megszűnnie, egy csomót kellene még menni, és akkor furcsa mód megszűnik vele a kapcsolat. Persze, amikor rossz helyen jár, mit tudom, mondjuk a Hold túloldalán járkál, akkor ugye hirtelen megszűnik a kapcsolat, és akkor arra fogják, hogy azért, mert leárnyékolja a Hold. Persze, jó. És a műholdon keresztül, ami éppen nincs árnyékban, nem lehet közvetíteni ilyen szögbe. Na, nem esélyenek már, jó? Szóval lényeg, hogy egyébként gyerekkoromban csillagászkodtam, úgyhogy szeretem ezeket a kérdéseket. Csak már rég nincs rá időm. Na szóval, lényeg az, hogy egy milyen társadalmi forma az az aranykor, ugye? Hát biztos, hogy jobb ennél a vaskornál, ennél a újkornál, ez az újkor, ugye még normális nevet se tudtak adni neki. A vaskor az jobban hangzik, mert ugye jobban illusztrálja, hogy mi van most. De ugye az aranykor az azt jelenteni, hogy egy olyan társadalmi forma, ahol nincsenek elnyomók. Tehát nincsenek elnyomók. És most a bolygón megnézed, szép számmal vannak elnyomók. Sajnos ugye a felsőbb hatalomban is vannak. Nem a fenti hatalomban, hanem a földi felsőbb hatalomban is vannak jelentősen. Jelentős számban elnyomók. És az elnyomók eluralkodnak a Földön, a hatalomban, akkor az van, hogy rossz a szociális embereknek. Tehát rossz a jó embereknek, a nem elnyomóknak. Ugye vannak az elnyomók és vannak a szociális emberek. A szociális emberek azok a bolygó 80%-a, az elnyomók meg a bolygó 20%-a. És ha ezek az elnyomók kerülnek hatalomra, kulcspozíciókban, akkor elnyomják a 80%-ot. Milyen indítatásban? Nagyon egyszerű. Ők nekik van egy ilyen tévképzetük, egy ilyen kényszerképzetük, hogyha más jobban boldogul, mint ők, akkor az nekik rossz. És ezért gátolják, hogy más jobban boldoguljon, mint ők. Világos ez? De ugye azt is gátolják, hogy legalább úgy boldoguljon, mint ők. Mert már az is rossz nekik. Szóval érdekes világban élünk, de most gondold végig, megéltél x tíz évet, tehát x-szer 10 évet, és végig gondolja az ember, mi nagy dolgot tudott csinálni. Akkor rájön arra, hogy semmit, nem? Tehát most nem arra a nagy dologra gondolok, tudod, ami V meg C betűvel csinálunk, érted? Nem arra gondoltam, hanem tényleg valami nagy dolgot. Biztos, hogy gyerekkorban volt olyan gondolatod, hogy majd ha felnőtt leszel valami nagy dolgot csinálni, nem? Nagyon furcsa ez a nagy dolog kérdés, mert az óvodában ezt tanították, hogy ne azt mondd, hogy
mit kell csinálnom, az nagy dolgoznod kell, vagy kis dolgoznod kell. Elmebetegség, azt most összekeveri az ember a nagy dolgot a vécézéssel. Érted? Na mindegy. Szóval lényeg az, hogy valami jobbért is kitalálhattak volna oda. Tehát lényeg az, hogy valami nagy dolgot. És az egy korszak, az elég nagy dolog, nem? Nem elég nagy dolog? Egy új korszakot létrehozni. De egy új korszak nem úgy jött létre, nem úgy jött létre az ókor, hogy na, azt mondták az emberek, hogy jaj, de jó, dolgozzunk az ókorért, érted? Na most itt vagyunk az őskorba, hát csináljunk már valamit, hogy ókor legyen. Vagy az ókorban azt mondták, na most már meguntuk ezt az ókort, legyen mondjuk középkor. Na jó lenne, hogyha már középkor lenne, nem? De nem így jöttek létre. Az újkor se így jött létre. Hanem úgy jött létre, hogy valami fejlődött ott, érted? Az emberek által természetesen. Az ókorban fejlődött sok minden, azért lett ókor. A középkorban átalakult megint sok minden, ezért lett középkor. Az újkor is úgy jött létre, hogy fejlődött, átalakultak dolgok, és létrejött az újkor. Ugye onnantól, hogy föltalálták a gőzgépet, onnantól datálják az újkort. Szóval lényeg az, hogy hát itt mit jelent az aranykor, itt az újkor után? Hát nem az, hogy föltalálunk, mit tudom én, valami olyan találmányt, ami eddig még nem volt. Hát azt már találgatnak elég sűrűn olyan találmányokat, ami eddig még nem volt. Tehát nem ettől függ. Hanem mitől? Itt, hogy benne az embereknek, itt benne mi van? Itt benne. Itt belül. Oké, az mit jelent, hogy itt belül mi van? Hát, hogy hogyan gondolkodnak. Gondolkodnak. Nem ösztönösen élnek, gondolkodnak. Tudod, mi lenne, mikor lenne aranykor? Ha minden ember képes lenne az ösztönöin uralkodni. Egyszerű mondat. Tehát aranykor lenne a bolygón, ha minden ember képes lenne ösztönein uralkodni. És ide az ösztönbe sok minden belefér, ha végignézed, rengeteg dolog. És az is vizsgálandó, ugye mindenki számára, hogy a melyik ösztönön tudsz uralkodni, és melyiken nem. Na? Tehát ilyen alapvető dolgok az ösztönökön való uralkodásnál, hogy például az ember nem tesz olyat másokkal, amit nem szeretne, ha vele tennének. Nem? Csak most mondtam egy dolgot. És gondold végig, hány olyan ismerősöd van, ismerősöd, akit személyesen ismersz, aki olyan dolgokat is hajlamos tenni, amit bezzeg, hogyha vele történne, akkor az baromira nem szeretné. Gondold végig. És akkor a világban hány olyan ember van, aki olyan dolgokat tesz, amit bezzeg, ha vele tenné valaki, azt nagyon nem szeretné. Nem tudom, ki szereti azt, hogyha veszekednek vele, tegye már föl a kezét. Senki nem tette föl a kezét? Jaj, de érdekes, tehát nem szeretjük, hogyha veszekednek velünk, nem? Akkor miért szoktál veszekedni a másik személlyel, mondjuk legtöbbet talán a pároddal? Vagy a gyerekeddel, vagy a szülőddel, érted? Miért? Mit mondtál? Ja, megszokás, vagy igen. Igen. Ösztön, ez ösztönből, ez ösztön, persze, ösztönből. Ez gyakorlatilag tiszta ösztön. Érted? Most gondold végig, ugye az egy ösztön, mondhatjuk azt, hogy érzelem, jó? Méghozzá negatív érzelem, mert hogy nem pozitív érzelem, mikor veszekszel, az volt biztos. Tehát negatív érzelem, vagy ösztön, tök mindegy, hogy nevezzük. Ugyanarról szól a történet. Na, azon kellene uralkodni. Miért kellene megtanulni majd uralkodni?
Hát azért, hogy olyan dolgokat is tanulhass, amit most azért nem tudsz tanulni, mert nem tudsz uralkodni az érzelmeiden, az ösztöneiden, a negatív érzelmeiden és az ösztöneiden. És tudod, mit csinálnál vele? Mondjuk visszaélnél azzal a tudással. Érted? És rosszra használnád, mert az ösztönöd arra inspirálna, hogy rosszat használ, rosszra használd. Érted? Akármilyen hihetetlen, ez így van. Na de ránéztem az órára, és lejárt a mostani időm. Vissza kell adnom a... Pedig ezzel a témákkal lehetne előre haladni. Jó, tehát köszönöm szépen a figyelmeteket. Visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus előadást. Minden alkalommal meggyőződöm arról, hogy életem legjobb döntése volt, hogy itt tanulok, vagy hát elkezdtem a képzést, és azóta is itt tanulok. Ha tetszett az előadás, és még nem vagy tanuló, akkor azt javaslom neked, hogy ne halogass tovább, kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást, és te is légy része annak a szellemi forradalomnak, ami által létrehozzunk egy új korszakot, az aranykort. Garantálom, hogy nem fogod megbánni, és életed legjobb döntése lesz. A tandíj összege nagyon minimális, pont azért, hogy mindenki számára elérhető legyen, akinek van rá igénye. Ugyanis a tudás nem szükséglet, hanem igény kérdése. És ugye mindannyian tudjuk, hogy a tudatlanság nem bűn, csak lelki és fizikai fájdalmat okoz. Igen. Mindemellett tudás nélkül nem tudsz bejutni egy jobb világba, egy új korszakba, ehhez ugye tudás kell. Mennyi nálunk a tandíj? Mindössze 9800 forint. Ettől eltér az első havi, ami 19700 forint. És esetleg felmerülhet benned, aki most hallgat, az a kérdés, hogy miért is van tandíj? Hogy miért nincsen ingyen a tudás? Egyszerű erre a megoldás, vagyis a válasz, csere. Ez a csere. Másrészt pedig, ha megnézed, mit értékelsz jobban? Amit ingyen kaptál, vagy amiért már dolgoztál? Ha körbenézel az interneten, akkor láthatod, hogy más tudását adó intézmények milyen összegekért adnak tudást. Meg fogsz lepődni, hogy a Nyílt Akadémiánál ez az összeg ezeknek a töredéke. Ráadásul sokkal színvonalasabb, minőségibb, az ember és az élet működésének az összes területét átfogó, komplex tudást kapunk a képzésekben. Rendszeresen minden szerdán és vasárnap képzések vannak. És nálunk nem azzal, hogy csak megkapjuk az anyagot, aztán mindenki hazamegy és magára van hagyva, hanem hogyha megakadunk valahol, vagy nem értünk valamit, vagy segítségre van szükségünk egy élethelyzetben, akkor van kihez fordulni. Mindenkinek van saját vezetője, vagy ha úgy tetszik, mentora, akiktől tudunk kérdezni, és kapunk segítséget. De mindezeket te is meg fogod tapasztalni, amint tanuló leszel. Hogyan tudsz nálunk tanuló lenni? Legkönnyebben úgy, ha keresel a Facebookon egy szimpatikus PPH-st, nagyon sokan vagyunk már Facebookon fent, és segíteni fog neked mindenben. A szünet után önbizalomteremtő negyedik havi coachképzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Köszönjük a megerősítést! Ez még nem a vége. De mi hiszünk benned, és de a döntés a tiéd. Akik már tanulók, azok pedig kattintsanak át a képzéseink menüpontban a jelen havi élőfülőre, és ott tudjátok tovább nézni a coachképzést, amit 30 perc után folytatunk.
Szeretünk hát benneteket, és sok sikert kívánunk mindenkinek. Sziasztok!